A 29. komáromi imanap keretében nyilvánították ünnepélyesen bazilikává a város Szent András templomát. A bazilika minor rang elnyerésének érdekében szükséges volt a hely ordináriusának, Orosz János nagyszombati érseknek a kérvénye, valamint a nihil obstát, a Nemzeti Püspöki Konferencia kedvező elbírálása. Nem csak a mi örömünk, ez a tény, ez a mai ünnepség és öröm, hanem azt hiszem, hogy az összes magyarság, felvidéki magyarság számára, és szlovák hívek számára is. A bazilika cím odaítélése nem csak presztízs kérdés, gyakorlati jelentőséggel, egyházjogi kiváltságokkal is jár. A bazilika az a Szent Atyával, a Szent Székkel, a pápai primátussal való szoros együttműködés jelenti, és a bazilikáknak a külön ajándéka, hogy sok alkalommal lehet teljes búcsút nyerni. Az örömteli eseményre rendkívül sok, több mint 1000 hívő érkezett az idei komáromi imanapra, hogy együtt örvendjenek a jó hírnek, és továbbra is imádkozzanak magyar lelki vezetőért. Továbbra is szükséges az, hogy egy magyar, megfelelő jogkörökkel megbízott főpásztor irányítsa a felvidéki magyar katolikusságot, irányítsa a papokat és a híveket. Magyar papokra is nagy szükség van, hiszen sok magyar lakta plébánián hiányzik a lelki pásztor. Még mindig nagyon nagy szükség van, hiszen csak a mi nagyszombati főegyházmegyénkben nagyjából 17-18 plébánia nincs magyar papa betöltve. A hívek pedig évről évre összegyűlnek Komáromban, hogy kérésüknek hangot adjanak. Idén a legtöbben természetesen a templom új rangjának örventek. Rendkívül fontos az, hogy a magyar hívek számára legyen egy templom, ahol tulajdonképpen búcsút nyerhetnek. A nagyszombati főegyházmegyében ez idáig csupán egy kiemelt jelentőségű templom volt, a nagyszombati Szent Mihály Bazilika. A Vatikán istentiszteleti és szentségi kongregációja tavaly december 6-ai határozata alapján a komáromi Szent András Bazilika is bővíti a szlovákiai bazilika minorok sorát.